Megy a munka. Oh!
És most a mester fogja megpiszkálni. Szét kell teríteni, ugye vár az egész sütőfelületet, hogy minél jobban ére az egész. Mert nagyobb út, szél látok, hogy egészen ilyen idáig. Mert már innen képződik. Szóval akkor még tehetünk rá? Még mehet, persze. Ez lassan ég, mert hűtös a fa. Ja, látod, ott a hátsó része az lehet meg se gyulladt. Nézd meg, idájban is körülbelül még ennyi. Ez egy olyan 30 centi üres. Oho, szóval nem is tudom nagyon tovább tolni, mert ki akkor szét alszik. Meg ki alszik. Jó, akkor még teszünk ide előre. Aha, jó a forrás. Jól van. Megfogod, például? Igen. Ezt a körtét, vagy mit most? Köszönöm, hogy túl egyszerű szétvágni. Ha sikerül, bár nem annyira fadós vagy be. Jó, szólítám? A kemencét a hagybobbal kell fölfűteni, vagy hagy menjen neki. Mert na, hamarabb hatékonyabbat fölfűteni. Na igen, azért szólták rőzsével, de nem jó, mert ez ízes. Na, én átadom. Köszi. Zoltánka, melyek megnézem, hogy megy a bobkettezés a másik oldalt, jó? Várjál még egy kicsit. Jó. És akkor végül is dolgozni mentetek ki? Szóval. És jelöljük ki a málánknak. Most megbíztak, hogy 1,5 méterre jelöljük ki a málna helyeket, hogy hol lesz a málna. Csongikám? Gyere csak, eltoltam én itt valamit, nézd csak meg, rossz helyre tettem ezt itt. Nem, adj egy csak kibogozom én. Lehet, hogy nem kell kibogozni, csak várjál. Lehet, hogy, na. Szóval 1,5 méterre mi meghúznánk a madzagot, ahol majd kicsi sáncot kellene 40 centitre leásni málnáért. Ugye, amikor Zoli, mire jöttél rá? Szerintem itt ezek a cölöpök most néhány éve szintén málná. Azt szerintem egy málna töv. Hát ez lehet rózsa is, mert azért van tövise, nem? Hogy? Van tövise, ha vár. Nem. Zolánka, málnának is van tövise. Málnának is van tövise. Szóval szerinted akkor ezt már... Ezt a történetet itt szerintem már eljátszottuk pár éve. Nem én, más szereplők. Nem azt mondom, hogy fölöslegesen, csak... Értem. Lehet, hogy jobban meg kellett volna szervezni, azt mondod? Vagy te nem mondod, én csak mutatod, hogy... Hangosan gondolkodok, hogy itt már volt málna, és most mi megint málnát teszünk. Egy kicsit messzébb a... Na hát, majd csak lesz valami.
Szóval biztos nem az volt a gond szerintem, hogy 5 centire van a kerítéstől, és nem másfél méterre, de na. A Mánának amúgy is jó valamire felfutni, úgyhogy ez a kerítés az, hogy szép jó jön neki, mi? Kötözgetni, de... Csak egy fotót is, és akkor így lesz. Nem, most csinálod először szerintem. Nagyon jól csinálod, Zoltánka. Nagyon jól csinálod. Ide lép. Úgy szokunk. Hajrá, hajrá. Magyar vagyok, most Zoltánka. Fordulj meg, hogy a pólós hátsz. Nem, nem. Ez itt a reklám helye. Zolikám, ismernek már téged, mint a rossz pénzt. Zolikám, most már ne vigyünk. És Magyarok Szövetséges Mónika. Jól van. Csongi, gyere csak segíteni. Ide, jöttünk, itt van, Csongi. Ezt a izét kell összekötni, a papát azzal a... Tartod ezt, Csongikám? Így le. Gábor, gyere csak egy picit. Vagy tartsa csak? Ne remegjen a kezed, a szépen menjél oda, vedd fel az Zolikáékat, jó? Jó. Hát egy ilyen nagyobb acskot állíts kocskába, de hát ha állandóan kiszeretek. És te hogy képzelted, hogyha kéne elkészülni, nem tudod vagy? Miben? Amennyi lesz, 5 vagy 4, teljesen minden. Csak egyformán fel, de nem. Szóval én nagyon kéne elrakni. Majd megoldok vele, nagyon kéne. Szóval meg kéne elrakni. Hát egy zacskó vagy, ilyen kis zacskó. Papír. Hát az is jó, kérjél egy zacskót, egy ilyet. Zsicskó. Ah, köszönöm szépen, ki sem mondtam. Na, de úgy lenne szép, hogyha egy lány, egy fiú gyúrná ezt a kenyeret. Hagyja nám, az jó, már nem lehet! Dehogy nem. Nem akarom megbántani az ott semmit. Tudd meg, hogy nagyon-nagyon szépen megformálható. Mennyi kövenszkedni? Hát most, hogy így mondtad, hogy... Hát egy jó dal alá, hogy legyen ilyen szép kerület. Tegyél hozzá anyagot, hogy jó van, aztán van. Na és melyikőtök vágja bele a mintát? Mintát? Hát apám mintát, milyen mintát? Na jó, lát, haragjunk bele. Hoppá! Lányok, kellene egy két pohár víz, egy nagyobb valamit. Két pohár víz, az annyira nagyon, hogy én legvezetem. Te fogad szakadni a kenyeret. Annyira jó. Lányok ettől óckodtak, hogy jó. Nagyon jól nézel ki, igaz, hogy nem látszik, mit csinálsz, csak a fejed. Jó, de hát az... akkor nem lényeges. Ja, táncán is a lábot kell mutatni, nem azon az túl vagyunk, most az átélést mutattam meg. Átszelemült arccal, ez az. Ahogy a kenyére csöpög a finom izzadság a homlokodról. Közben feszítsél egyébként, mert látszik a biceps is. Szakrágy dolgám. Bizony. De én úgy láttam eddig, hogy kemény munka. Isten áldását kérjük be, hogy feledből a kemencébe. Most az vesz egy kis cipocska. Az a ne kilód, az lesz a holnapi kovász. Hagyjuk meg a lányoknak. Lányok örömére. Meghagyjuk. Mórika, a lányok örömére meghagytuk a kovászt. Na megméritek a kemence méretét belőle? Tudjuk azt a jó kapályt. Hosszú a búk, na, szóval méretes a búk. Az lesz az, ami a közöbben van, ugye? Na ez lesz a kapának a sírja. Hamvasztásos módszerekkel. Edi! Tessék megörökíteni a hollapukra a kötényvel, a kavaizol. Nagyon jó, profi kép lesz. Joán, magyarra fordítva, Zöld János. A zöldet csak Moldvában fordították ki Zedi úra. Na most ennek a Zöld Jánosnak a testvére Zöld Péter, aki Szegeden tanult, ugye milyen érdekes a névre, az székely különben, a Zöld a székely név. Szegeden szerzett diplomát, és mivel haza nem mehetett magyarul tanítani, ezért a Gyimesbe ment tanítani a feleségével. A felesége az Északi Csángó, Szabófalva közelében, egy faluba olyan, ahol olyan sajátos dialektus van, hogy a G helyett G hangot mondanak, megek, hog, gerek. A gyimesi csángok kacagták, hogy beszél a terike. Megek, hog. Na most mit mondtam itt énekel? Megyek, hogy? Hogy fel is jött, s le es halad, tehát feljött a nap szépfényesen,
ingem nem süt igenyesen. Figyeljetek? Az egyenesen helyett igenyesen. Tessék figyelni, az igen és az egyen. Ugyanaz a szó. A nyelvünk tele van csodákkal, hogyha ezt kibontjuk, akkor így esik le az állunk. És én ehhez Moldvában, a moldvai csángok között jöttem rá, ott bomlott ki a magyar nyelvünknek a lelke, és innentől kezdve nekem az akadémikus nyelvészek már beszélhetnek, amit akarnak. Na és egyébként az ízés visszatérve, ez a, ott aludtunk, vendégül látott bennünket, nem engedték el a testvére esküvőjére a szolgálatból, és el is helyezték onnan egy sült román közösségbe. No, beszélgetünk ott egy atyafival. És kérdeztem, mert én tudtam, hogy hol vagyok, hogy mondom, itt volt református templom. Képzeljétek el Moldvában református templom. Erre mondják, hogy 1925-ben lebontották, most kút van a helyén. Milyen érdekes? Tessék ennek a lelki üzenetét? Az életvize, ugye templom, az ige, és kút a helyén. Most. Ez van. Amikor lebontották, miért bontották le? Mert meghalt a református pap. Hogy került oda a református templom pappa? Úgyhogy 1850-es években oda cukorgyárat építettek, és oda református vallású magyarok dolgoztak a gyárban. Nem székelyeket vittek? Az lehet székely, lehet, tehát nem feltétlenül székely, tudnélik, a következő, ez jutok el. Nem mondom, ki kell menni a temetőbe szétnézni, mert a temetőt kell megkeresni, a sírfeliratokat megnézni. Egy van-e magyar, illetve milyen nevek vannak a sírköveken. Az árulkodik ott a lakosságnak az eredetére. Ahogy megyek, két nénike ül ott egy kapu előtt a földön és beszélgetnek. Rájuk köszönök, adjon Isten, magyarul szépen visszaköszönnek. Annak a rendje módja szerint. Mondom, kint Modvába a szeret folyó menni. Kérdezem tőlük, mondom, a temetőbe megyek ki, és hogy vannak-e itt magyar feliratok? Ó, voltak, de azok mind egy gödörbe bétaszították, az el van tüntetve. Mondom, az mikor? 20 éve, 30? Ó, túlnan azon. Később esett le a tantusz. Amikor a templomot, a református templomot lebontották, a református sírköveket mind eltüntették. Ez, amit mondattok. Ennek kapcsán jutott ez eszembe. Kimentünk a temetőbe, kísérte a harangozó atyafi. Megszólal délben a harangszó, vetett a keresztet, imádkozott. Mondom, hogy tudnám mondani ezt magyarul? Azt mondja, hát tudnám, de olául jobban jön ki. Tehát már annyira román vallási ritusra, román nyelvűre voltak ráállva, hogy hiába ő gyönyörűen magyarul beszélt magyar volt, de már nem tudott magyarul imádkozni. Igazából. Na most, ahogy nézelődünk, sehol, semmi. Ilyen nevekből ríki, hogy ott az ön gyanúsan magyar eredetű, de az eltorzított név alakba. És nem tudom miért, már mondok, jönnénk el, de valahogy úgy éreztem, hogy ott valami van. Nem tudom, ezt az érzést ismeritek. És benéztem így egy bokorba, és ott volt egy nagy sírkő. Gót betűkkel, német nyelvű volt, és a cukorgyárnak az egyik mérnökének a sírkő. 1800-as évekből. Aztán egy másik bokorba benyitok, és egy ekkora kövecske, magyarul, feliratozva, 5 éves kisfiú, 1895-ből, annak a kis sírköve. Ennyit találtam összvisz magyar feliratú követőt. Ezt lefotóztam és visszaraktam a bokorba. Ha nem tudták fel, az még mai napig ott van. Ez volt 15 évvel körülbelül, 15 évvel ezelőtt. Nem, valamivel több, 17 évvel ezelőtt. Ez a moldvai helyzet. Tehát ott Moldvában még reformátusok is éltek, nem hogy katolikusok. Volt olyan program, mi szerint az lett volna a moldvai magyarok számára a megmentésének az útja, ha áttérítjük őket katolikusról reformátusra, meg ugye az a magyar vallás. Na de hát persze ez ugyanaz a fantázia megoldás, mint az első világháború idején, amikor betörtek a románok 16-ba, majd utána kivertük őket, és aztán rögtön Bukarestbe külön békét kötöttek. Ekkor meg az volt az elképzelés, hogy Moldvát csatoljuk Magyarországhoz, már a magyar lakta területeket. És így mentsük meg a csángokat, csak aztán ez visszájára fordult, és majdnem, hogy a Tiszáig jöttek a románok. Jött Károlyi Mihály, és így lett Erdélyhez csatolva Moldva. Mire a székely azt mondta, azt még megértem, anyjuk, hogy elvesztettük a világháborút, de azt végképp nem értem, hogy létezik, hogy Romániát hozzánk csatolták. Most meg már Európát mondja is hozzá is katolt. Ugye? A székely a maga is járásában. Azt megértem, hogy elvesztettük a borút, de hogy Romániát hozzánk csatolták. Ez a jó hozzáállás. Egész EU-t hozzájuk csatolták. Egyszer megszólal az öreg székely. Ej, édesanyám, anyukám, de szép petámos. Mondjad, Mózsi. Bukavillel kellett menni Bukarestbe.
Na mennyi? Na mennyi? Most hát így a trágyaszakból, hogy már jól el énekelgetünk. Amúgy megtudjátok, hogy mit jelent, hogy Bukarest? Az nagyon szép jelentés. Bukur, az azt jelenti, Bukur, az azt jelenti, hogy boldog. Tehát Bukarest, az azt jelenti, hogy boldog fel. Ez komoly. Nagyon szép jelentés. Elhívtél. Na jó, de én magyarul értelmezem, bukik a rest. Buk a rest. Bukarest. Tehát vagy 2000 évvel ezelőtt Bukur, az ilyen... Bukur, mert románul Bukurest. Bukur. Igen, igen. És az azt jelenti, hogy boldog, ugye? Igen. Akkor török vagyok. Alapjában véve nézetem szerint ember és ember között semmi probléma nem lenne. Én nagyon régóta és nagyon sokat járok át, és én románnal, ha találkoztam, én jó szándékot tapasztaltam, kivéve amikor hivatalos emberre. Ja, hát igen, azok az előfordult. Aztán szedtem föl annyi román szókincset magamra, hogy amikor román rendőr megállít, én azzal nyitok. Jó napot kívánok, beszél magyarul? Hát az, Nosti Ungur és te? Mire legtöbbször ez a válasz. Akkor én válaszolok erre. Jeu Nosti Romu Neste, Mik Vorbesk. Pucin Vorbesk. Pucin Vorbesk. Jó, így ezt eljátszom. És akkor ezután jön a történetnek az a része, hogy, hogy előadom. Akkor most meg kész, románul, amiket tudok. Előszedem. A végén, mert én ilyenkor kiszállok a kocsiból, köszönök el, minden rendben van, nem kötnek belém ezek után. Igen. És kezet adok, és köszönök el. Mondjuk húsvétkor vagyok, akkor mondom, hogy Pasta Fericit, mire a román rendőr, kezet adva, válaszol, köszönöm. Hoppá. Megszólal magyarul. Hoppá. Na? Tudnak ők, csak nem akarnak beszélni. Ezzel nincs is gond, ő hivatalos ember, hivatalos nyelven. Nem várhatom el tőle, hogy ő azonnal magyarul beszéljen. Ellenben, amikor én megadom neki a tiszteletet, akkor végül is, látva azt, hogy én őt emberi méltóságában kezelem, visszaadja. Legalább egy szóval. Igen. Ennyi. Édes volt egyszer, nagy bánya után, hazafele menet családdal. Fú, de megbünthetettek volna. Nem volt se nemzetközi micsoda biztosításkártyám, se rovinétám nem volt. Ja, igen. És nekik előadtam ezt a Mikvorbes, köszönöm, Pucin Vorbes, mert ez nekem alapfogás. Igen, nem, tényleg elhiszi, hogy nem tudok románul. Ja, igen. És nem pedig egy kiköltözött, aki játsza az agyát. Ja, ja, ja. Hát amúgy meg Árpádsáv, Nagy Magyarország, piros-fehér-zöld minden a kocsimon. Igen, tehát igen. Látja rólam, hogy én egy vadmagyar vagyok, és ehhez képest bezavarodik, hogy ez a vadmagyar, ez próbál magyarul, románul tanulni, és akkor mondja, hogy exkurszia, kirándulás. De mondom, jó family, direkciá La Hungaria Casa. Hát na most én ezt így egymás után raktam a szavakat, és értse meg. És tetszik neki, hogy erőködök, és nem kacag ki, igen, hanem miért tisztelettel hallgat. És amikor köszöntem el tőlük, mondom nekik, figyeljed, Misi, köszönök el, mondom nekik, hogy La Revedere, Noroksi Szenetáte, mondom, mire meg... tetszik nekik, és mondom, Sibani, mire megszólal a rendőr, Sifemej. Te érted, amit mondom? Igen, igen. Ez a román köszöntés, isznak, vagy valami, Noroksi Szenetán. Szerencsét és egészség. Erre valaki hozzátette nekem, és pénzt, Sibani, mire a rendőr hozzátette, Sifemej, és nőt. Szerencsét és egészséget, és pénzt, és nőt. Töltött. Így van. Aranyos szituáció. Direkt megtanultam, amikor húsvét tájékán jöttem át, Nagy Károlynál a pénzváltó román hölgytől, hogy hogyan köszöntik a románok egymást. Krisztus Anviát, Edevarát Anviát. Igen. És ezt én elmondtam a román rendőröknek, és nagyon tetszett nekik, hogy én ezeket tanul. Ezeket én tudom. Ha ügyesen forgatja az ember a szavakat, akkor nem ellen. Jó, volt olyan, amikor mondom neki, hogy meg akar büntetni. Aztán egy figyelmeztetést sikerült kísérnom, és akkor mondom, hogy Bune Barbác, román polic, mire ő rám néz, magyar polic nem jó. Magyar polic nem jó. Mondom, így van, magyar polic nem jó. Erre, hogy mondja, hogy ő volt kint, és megbüntették a magyar rendőrök, a román rendőrt.
Hát ugye Gyuri lepény volt. És amikor én kicsértem, hogy jó ember, a román rendőr jó ember, erre kifakadt, hogy a magyar rendőr nem jó. Úgy együtt értettünk, hogy igaz. A román rendőrrel egyezete voltunk. Szerintem menni kell. Na menjünk. Misét, megkezdjük. Igen. Kerekedni közepébe. Na, itt Elvidrócki, most gyere ki, Hatvár megye, vár ide ki. Mit ér nekem Hatvár megye, 12 jöjjön ide. Annyira jó. A Rózsa Sándor nótáját el tudja valaki melyik kezdeni? A felül a lovára? Ne, igen. Esik eső, szép csöndesen csöpög. Ne, Ácsi, esik eső, várjál, ez a második, most jön a harmadik. Esik eső, szép csöndesen csöpög. Róla Sándor, rakos mába kesereg. Róla Sándor, tegedő a lovára. Kocsmáros, még egyszer kezdjük a lovára. Azt mondja, hogy esik eső, szép csöndesen csöpög. Rózsa Sándor, rakos rába keserek, kocsmáros nép, hordozom az asztalra, legszebb lányát állítsa kisdására. Én és az anyám stázs, a kislány nem leszek, ahol jönnek a fegyveres vitézek. Rózsa Sándor se vörte ezt tréfára, felkapott a sárga szőrű lovára. Lova, 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 viszim messzire, egyenest a kerek ernő mélyére. Lova lába megbotlott egy gyökérbe, így kapták el Rózsa Sándor törökre. Lova lába megbotlott egy gödörre, így fogták el Rózsa Sándor törőre. Van ez a... Van folytatása is. Csillag ösvényen, nem tudom, ismeritek ezt a filmsorozatot, igen, a Pörzsa Sándor filmet, és ennek van egy külön része a betyár világról. Hogy Rózsa Sándor milyen ember volt, aztán Kossuth Ték, hogyan vették föl? Jókai Mórt küldte Kossuth, Rózsa Sándorhoz, hogy rávegye, hogy a betyárjaival amnestiát kapnak, hogyha szabad csapatot alakítva, és a szerbek ellen, mint egy gerilla hadsereg, úgy harcoltak, hogy Damjanicsnak leesett az állam. Tulajdonképpen... most ezt megállítom. Voltak, azt feloszlatták. Dánát, Dunánát egyedek. Hát lehet, hogy több verzió. Olyan átjárásokat vittek véghez. Hogyan tetszik a vándorlás? Ejhaj, nem jól tetszik, mert a babám elva fekszik. Ez is ilyen nagyon hasonló, nem? És az is tulajdonképpen... A Vidrócki híres nyájról. Ez az egy, amit igazán tudunk, mert ezt tanították át. Zoli. Csörög morog a mátrában, csörög morog a mátrában, mert Vidróckit nem találja. Amott legel, hadd fejtsik ó magába, mind a hatnak, mindaknak részbék jóba a lába. Gyere, babám, térítsük meg a csikót, reszeljük le, reszeljük le, reszeljük le a lábáról a lereszeltük, lereszeltük, lereszeltük a lábáról a békjót. Most
most már babám, erre hajtjuk a csíkot. Arra hajtjuk, amerre a nap lejár. Amerre a, amerre a, amerre a volt gazdája sose jár. Arra hajtjuk, amerre a nap lejár. Amerre a, amerre a, amerre a volt gazdája sose jár. Jó, betyárnóta. Én vagyok a sztár. Én pedig próbáltam alá. Ezt ki ismeri, hogy az a baj, hogy én nem tudom a szövegét, hogy... Úgy vagy vele, hallod, de mint a cigány gyerek az egyszer egyen. Ismered? Ismered? Várjál, ezt acsúsan ezt a poén. Tanítónéni felszólítja a Lakatos Józsikát. No, mondjad az egyszer egyszer. Ha istálom, tanítónéni, hát a szövegét még nem tudom, de a dallamát tudom, mondtam. Pamparamparam, 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 egyszer egyszer. Ez a poént el kellett csukni. Lát a fő határán, búsul az a nagy fa. Híres sobrioska aluszik alatta. Olyan mélyen alszik a fekete földben, azt sem tudja, hogy a sírját fűbe nőtte. Nem tudom, az a baj, nem tudom a szöveget. Te holla? Te holla? Kár. Azért kár, mert én görög, vagy mi is járok a népdal körbe. Mondom, ha közel van, akkor elcsábítom. Pedig Sobri az éjszaka a Bakonyban volt, Bakonyidek járunk. Melegszik az idő, eső akar lenni. Ez meg Somogyi. Keres a vármegye, vasra akar venni. Kerüld el hát pajtás a vármegye kezén, hogy meg ne kóstold a keserű kenyerén. 13-an ülnek a nagy asztal mellett, mind a 13-an én rólam beszélnek. Az egyik azt mondja, fel kéne akasztani, a másik azt mondja, kár volna bántani, kár volna szegénynek akasztófán csüngni, fekete két szemét hollónak kiásni. Repülj, madár, repülj, viharon keresztül, hájj el a rózsámnál, ne legyen egyedül. Szegény legény vagyok, nem adom meg magam, kezemen, lábamon hordozom a vasat. De szegény legény vagyok, nem vagyok gavallé, eszi a nyakamat a zsíros ingallét. Szegény legény vagyok, nem vagyok gavallé, eszi a nyakamat a zsíros ingallét. Nagyon érdekes, főleg ez a vége, ez a zsíros ingallérrel. Jó, nagyon szép ez. Ez tudod, hova való? Mert én ezt Somogyinak gondoltam, Somogyi. De Váradot emlegetted, bihar, és ennek... Bihar. Én Biharit, tehát Bihari születésű. A korom leég. Igen. Tehát a hőtől ugye leég, mert az tele van szénnel. Igen. Leég róla, és akkor utána... És ez a feketesége, amikor fehér lesz, azt igen. Akarod mondani. Tehát átvált szépen fel. Leég a korom utána, meg az a, ez a piros téglata, ez a szép.
szerint. Igen. Ez elkezd fehéredni. És ott, bentről, jó. Belül. Bent, amikor persze, az fehér, akkor jó. Akkor jó, meg van a másik módszer, amikor már nincs az a nagy anyag ott, akkor fogod, elkaparod a közepén egy kicsit a maradat, és akkor egy szenes végű piszkafát megfogsz. És akkor azzal az alját szépen megkaparod, és ugyebár a szén lejön a piszkafa végére, belemegy a légtérbe, és ott felizzi. Hát ez mutatja, hogy már elég meleg. Érted, szóval ezek a szikrák, amikor hogy végigmész, és szikrázik, hát, akkor akkor megkaparod, felszabadul a szénpor, fölmegy a levegőbe, és ott izzik. Uh-huh. Egyszerű. Uh-huh. Hát a két tapasztalati módszer van, amit ugye elterjedten használtak. Hát itt nincs szükség hőmérőkre, meg ilyen ipari nyavajákra, meg amúgy ipari hőmérő kéne, mert 6-700 fok körül van a meleg bent. Uh-huh. Ez egy ilyen kis sütőhöz való bóti hőmérő, az 400 fok körül, uh-huh, ennél kiakad. Meg valamilyen rőzsével dörzsölték, úgy néz, hogy sziklázott az alja, vagy miért? Valami ilyen is voltak talán. De hát ez tapasztalat egyébként is, majd mit süsz benne, kenyeret süsz, hús süsz, mondjuk káposztát, persze, káposztát. Külön másképp kell befűteni. Más, igen, igen. Így van. Másképp kell befűteni minden. Persze. Meg másos ütési idő, de ezt mindenkinek magának ki kell tapasztalni. A kemencese egyforma természetesen. Vagy nem szükségtelen egy hőmérő hozzá. Nem, nem kell. Jó, valaki akar kísérletezni, akkor rúgja be azt a hőmérőt. De annak sem muszáj. Itt elront fele két, de inkább rontsa le két ütés, mert az én amikor felhívtál a gyereteket ma, számtalan, csak az oldalagát lehetett a buszba hallani. Na most képzeld, le beszéltél fotokot. Vigyázzuk, én közben veszem fel. És még ide nem értünk, végig mondta. Kész vagyunk, megyünk, vagy nem maradunk? Megyünk. Ne, játok. Elfáradtok szerintem. Elfáradtatok? A lányok lazsálnak. Szarra a cseret. Itt van az élő példa, más. Zoltánka, most elmagyarázom, hogy azért én, mi is csináltunk valamit. Zoli, szerinted? Én úgy gondolom, igen. Szóval, útba álltam, megálltam, már ezt nem, ne vegyem fel, ugye, hogy ne arról szóljon. Itt lesz a kemencse. Fiam, hol van? Holnapot. És Péter, Litsai Péter, a kemencse építőmester. És akkor ebbe van valami gyújtósnak való, vagy valami hasonló rőzse? Hát én úgy értettem, hogy elment rőzse után. Valaki elmentek egy olyan kóval. Az én fiam. Na, ezek szerint elmentek. Zoli? Igen. Itt kell. Jó, csak amit még lehetne csinálni, hogy megöntözni az összes növényt. Hát nem azért be kellene legyen méter temetni, és már utána lehetünk, hogy csak mi haladtunk, ott betemettünk, mert számítunk. Hogyha valakinek van munkakedve, akkor öntözheti az összes növénynek az összes gyökerét, teljesen mindegy, hogy hol van. Jó? Ki fog öntözni? Én fogok öntözni, jó? Jó. Már is megyek. Na akkor jöttök, és elkezdjük kezdeni. Na, egy nagy buszt látok. Nagyon valószínű, hogy megjöttek Magyarországról a Magyarok Szövetségének a... Hát, az emberei, a társai.
barátok. Jó nagy busz, ahogy látom. Itt kellene lennie Mónikának is valamerre. Ha megnézem. Hol a kocsi? Ez két fázal, ez így. Van most kilo Mónika. Nicsak. Itt látnak szemeim. Sziasztok! Adj Isten! Gáborkám, puszikálok! Kezdődik a mise, egy órai mise. Túl vagyunk a délelőtti akció. Szent István Rádiónak a munkatársa, minden hétfőn az ő hangját halljátok. Mónikák mindjárt ideérnek. És te Miskolci? Hogy hívnak? János, Gunda János. Gunda János, Miskolci. Jó, zárhatjuk el. Érdemes már. És Csíkhágó. Ja, bocs. Zárhatjuk el. Elég? Elég. Szép lassan dolgozunk, elültettünk pár diófát Zolikával, és Zolika ott még melóskodik. Mármint dolgozik, vagy munkálkodik. Na. Nézzétek csak. Szorgalmas doktor úr. Meg a lányok sütnek, főznek.
Songival jöttünk, és Zolikával. Megérkeztünk Szalontára. Mint látjátok, ott fognak fákat ültetni. Rápóti Mónikáikat még nem látjuk. Nem tudjuk, hol vannak. Filmeznek keményen.